Folyamat beszél a karakterem a játékban. Betöltött már neked a tecs? Hm? Hallasz engem, testvérem? Testvérem? Hallasz engem? Most én beszélek. Hallasz engem, testvérem? Testvérem? Tuka törzs! Hát ez szomorú. Nem tudom, hogy akkor mit fogunk csinálni. Tehát most konkrétan nem léphetünk be ebbe a városba. Ha jól értelmezem. Tehát most hogy fogunk pénzt keresni, more? Mi a szar? Az igen. Szerintem bebugoltunk. Tehát valami áfonyát gyűjtünk. Na gyűjtsünk áfonyát a lovon. Ez ki? Vagy nem áll, ez is... Ki maga? Úristen! Testvérem, te vagy az? Hogy nézel ki, te gyász? Szellemek megáldottak. Bocs! Mi az, hogy az? Testvérem, mi az az az? Milyen az? Testvérem! Maradjam már! Én vagyok a törös főnök, testvérem! Én vagyok a törös főnök! Várjál, ki ez Isten, ez jó napot kívánok. Ki ez itt? Ki maga? Hú, de rá vagyok koncentrál most a testvéremre. Kaptam egy izé, madár. Nagyon. Küldték neki a madár. Hopp, nagyon testvérem. Kaptam a füstjeleket. Füstjeleket? Milyen füstjelet? Hát mondtam, kaptam füstjeleket, de állottam neked az üzenetet, hogy olyan kicsi vagy. Kicsi vagy. Kicsi a most, de erős testvére. Balklikkel kell. Testvérem! Ah! Ja, de beszéd közben nem is lehet. Dehogy is nem, testvérem. A kurva anyádat. Nem ja, tudlak. Az az én anyám. Kicsi vagyok. Kicsi vagy testvére! Nagyon! Jó, ne verekedjük testvére. Aj, jó kis hülye törpe. Az én lovam, testvérem! Takarodj a faszomba! Testvérem, te ilyen erőszakos borsó vagy! Ilyen törpe, bassz meg! Fúj, nem bírom, bassz meg! Megint jól kijön zenét. Megjött a tokatörzs. Azt a kurva. Fújjicé körény. Azt a mocskos. Testvérem, te torzomborz vagy. Torzomborz. Úristen, testvérem. Jaj, nem jön fájással. Úristen. Ez hülye baszt meg. Hogy né? Vödör van a fején. Vödör van a fején, baszt meg. Istenem, elküldjük a lovat. Testvérem, miért van vödör a fejed? Testvérem, miért van vödör a fejed? Mondd már meg ennek a faszopó nyomorék Pista gecinek, hogy ne öljön már meg, mert megdöglök. A nyomorék kurva anyát, hogy a faszot megkapom a családban. Testvérem! Miért van vödör a fejeden? Mesélj csak! Hát mert én vagyok Ironhead. Nagyon fájdalmas. Testvérem, én úgy emlékeztem, hogy én még kiskorodban átdugnátok, megálltál növekedésbe. Nagyon fáj, nagyon fáj. Mi fáj, testvérem, vagy jön? Mindenem, így összeesésben. Hát testvérem, adja kaját? Hát kéne, mert... Testvérem, éredj fel, a szellemek gyógyítsanak meg téged, szellemek, füstje, szálljon át belén, testvérem. Gyere már testvérem, táncoljunk! Nem, muszáj... Nem szállok a lovamról. Miért nem szállsz a nyomorék? Hát gyere már, testvérem! Mit történt magam? Nem tudom, uram, elkezdtem szélülni. Fú. Nem tudom, hogy fogalmazok, így forgott velem a világ, tudja. Aha. Egyen igyon normálisan, mert itt ebbe a hőségbe, illetve esténk itt a hidegbe hamar. tudom, elveszett a hidegbe, hidegtől jobban éhezik az ember. Persze. Ha hidegebb van, annál több energiára van szükség a szervezetnek, hogy éredetet van. Mint egy kutya. Uram, ma is tanultam valami újat, köszönöm. Vegyél egy lasszótestre, meg egy kést. Szerintem. Azt mondod? Szerintem igen. A polcon hol van itt a lasszó? Hát esem, ott az a fegyverpolc, fegyverekpolc. Igen. És ott van egy olyan polc, egy olyan felirattal, hogy fegyverek második oldalon. Második polcon, és akkor ott vannak kés mondjuk. Milyen kés legyek? Ez hát, sima kés? Sima kés. Megvettem, testvérem. Jó, testvérem. Vegyek valamilyen... fegyverek harmadik oldalra menj rá, és akkor a lasszót. És lőfegyvert? Hát mennyi pénzed van, testvérem? Van 300-am, tesó. Mit mondasz, tak? Mit vegyen? Vegyen, ami kitelik. Valami kitelik. De most őt, hova megyünk, testvérem? Vezess akkor minket. Hát fegyverre vissza kéne menni. Nem tudunk visszajönni, testvérem, megölnek, megerőszakolnak. Ezek fehér népség, megölnek egyből. Én nem kettő volt. Ó, mindjárt főbelövő mindegyiket, hallod? De mit csinálsz, testvérem? Ne pofoszkodjál, bazd meg! Ú, de rád egy feszülve. Na, vannak lovaink akkor. Fogjunk neked egy lovat, testvérem, mit szólsz ez? Hát de saját lova legyen már. Fogjunk neki. Hogy kell, testvérem? Mondjad, hogy kell? Te vagy ebben tapasztalt, testvérem. És rágondolsz, hogy ide hívod a sajátodat. Vagy lehet meg kéne keresni az indián törzset. Testvérem, vigyázz! Áh! Testvéreim, lehet meg kéne keresni az indián törzset, hát ha befogadnak. Az sem rossz. Ott van ilyen nagy, ott van nő, testvérem, tek! Testvérem, akkor indulunk megkeresni inkább azt. De tudod, hogy hol vannak, testvérem? Láttad már őket? Hallottam róluk már ilyen legendákat, füstjeleket, ott lent vannak a rezervátorban. Ez 100%, testvérem? Mármint akarom mondani, hogy biztos a szellemek úgy sokat súgták neked? Hát ezek ilyen fél szellemek, de várj, küldök füstjeleket. Füstjeleket? Tehát értem, akkor rakják ki több helyre a vadászempécét. Bazd meg! Oh, segítség! LOL! Testvére, nagyon kemény vagy! Levágtad, testvérem! Azt kurva, testvérem, hogy lerúgtad? Én vagyok Farkas Zsolt. Te vagy a Farkas Zsolt, testvére! Vigyünk pár farkast is! Kicsi vagyok, összementem. Közel van már, testvérem. Nagyon, már mindjárt ott vagyok. Jó, akkor gyalog megyünk mi, és lassan mennyi lóval előttünk. Érzem, hogy meg fogunk halni. Hát testvérem, akkor a szellemek átsegítenek majd a túlvilágra, aztán ott maradunk. Megyek praportesomhoz. Hát megnézzük ezt az indián törzset. Ha nem lehet, szóval nem tudjuk. Hú, bazd meg, na ne. Ők azok, testvéreim? Szerintem igen. Hát testvéreim, ez lehet nem volt jó ötlet. Hát lehet nem volt jó ötlet. Elő, te menjél elő. Testvéreim, találtad a füstjeleket, menjél. Üdvözletem, békével jöttünk. Rendben, örülök, hogy békével jöttek. Már megijedtünk, hogy újabb. Hát ők nem kell félni, mert igazából mi egy új törzs vagyunk, és éppen a városban voltunk, mikor meghúzoláztak minket, és kiüldöztek minket, aztán hallottuk, hogy vannak errefele mások is. Kezelünk. Igen, sajnos törzsemből több embert is elvesztettünk. Rossz helyzet van, és érdeklődnénk, hogy ugye mi legfőképpen vadászatból keressük meg a keresetünket, és hát a városból is nem tudjuk leadni ezeket a vadakat. Hogy van-e esetleg valami más lehetőség errefele? Hát sajnos nincs. Városban. Másik városban sajnos. Melyik város, ha szabad kérdeznem? Mindjárt mondani. Nagyon szépen köszönöm. Szent Louis, azt hiszem. Szent Louis? Szent Denis, illetve Rhodes. Szent Denis, igen. Ott tudják leadni a vadakat. Ú, nagyon hálásak vagyunk. Mai naptól mi is már csak ott tudjuk leadni. Vagy ilyen igazából vándorok vagyunk. Nincs állandó helyünk. Vadászatból élünk, aztán most a városba nem tudtunk bemenni, mert meghurcoláztak. Tettek magukkal. Hát, az egyik testvéremet a ló után húzták meg. Ilyenek. Úristen. Nagyon szörnyű volt. Meg fognak fizetni azért, ezt garantálom. Nagyon gonoszak ezek. Na jó, hát köszönjük szépen, akkor mi elviszük ezeket a vadakat. Aztán, hogyha esetleg szükségük van valamire, vagy segítségre, nyugodtan szóljanak nekünk, ha megtalálnak minket. Hát ez az, hogy találni meg. Hát... Igazából beszoktunk járni a város környékére vadászni, ha esetleg ott hát most láttak minket. Nagyon. Hát most már igen, most már kicsit kijjebb megyünk, de... Csak a város körül voltunk, de már tüzet nyitottak ránk. Itt titeket mindig szívesen látunk. Ó, köszönjük, rendben. Tettek nyugodtan. Kerestek magatoknak egy sátrat. Azt nagyon hálásak vagyunk, köszönjük. Akkor lehet, hogy majd vissza fogunk még jönni. Főzni és vizet forralni. Így van. Ó, nagyon köszönjük. Erre jártok bármikor, ti használhatjuk. Nagyon szépen köszönjük. Akkor ezeket leadjuk, és aztán majd még lehet, hogy vissza fogunk tekinteni. Rendben, lehet, hogy mi már addigra lefekszünk aludni, de bármikor nyugodtan gyertek. Oké, köszönjük, nagyon hálásak vagyunk. Na testvéreim, akkor... Mit röksz, testvérem? Megmondtam, hogy jó ötlet volt. Testvérek, szívesen látnak minket. Akkor ide bármikor jöhetünk, jegyezzük meg ezt a helyet, testvérem, várjatok. Először a zsebemből a térképet megnézem. Megjegyezzük meg ezt a helyet. Íjat kellett volna kérnünk. Kalumet. Ha még nem tetted meg, dobj egy lájkot, iratkozz fel, és kövesd a srácokat a Facebookon is. Ja, és ne felejtsd el megnézni az előző videót sem.